Hamarosan elbontják a Kossuth teret körbezáró kordont. Szombattól az autók helyett a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik csak birtokba, hiszen a téren a kettes villamos kivételével teljes mértékben megszűnik az átmenő forgalom, és tilos lesz a gépjárművek behajtása is. Újdonság, hogy a parlament Dunafeléli oldalán létrejött egy korzó, a közút és az országház közötti sáv a gyalogosok számára is hozzáférhetővé vált, miután a 90-es évek eleje óta el volt zárva előlük. Az 55 000 négyzetméternyi új térkő burkolat egyes részein a nyári melegben párásító berendezéssel hűsítik a levegőt. A tér közepén kapott helyet az új országzászló. Egy 33 méter magas, tűhegyes árbolc, amelyen egy 28 négyzetméteres zászló fog lobogni. Mellette az országház felújított homlokzatát visszatükröző vízfelület gazdagítja a látványt és akadályozza meg behajtást a térre. Megújult és végleges helyén áll a Rákóczi emlékmű, és ugyanez igaz a József Attila szoborra is. A Kossuth szoborcsoport főalakja már a helyére került, a következő hónap feladata a 8 mellékalak elhelyezése. Megszűnt a felszíni parkolás is. Az új országgyűlés tagjai már a tér északi részén a tervek szerint április 8-ára elkészülő háromszintes, mintegy 600 férőhelyes mélygarást vehetik majd igénybe. A déli oldalon az eredeti tetőszerkezet visszaállításával felújított közigazgatási és igazságügyi minisztérium épületének homlokzata is időre elkészült. A több mint 23 000 négyzetméternyi zöld felületből 11.800 négyzetméter forint gyepszőnyeg, a parkosított részeken 133 fát és 92.000 darab cserjét ültettek. Az építkezés során 50.000 köbméter betont öntöttek be, a mélygarázs kialakításához 120.000 köbméter földet mozgattak meg, a térrendezéssel még további 40.000. 3.000 tonna betonacélt használtak fel, 150 km elektromos kábelt és 3 km vízközmű vezetéket fektettek le. Több mint 500 kamion szállította a 24 000 tonna kőelemet. Összesen 2,5 millió darab térburkoló követ raktak le a munkások. A hátralevő munkálatok, beleértve a mélygarázs és a látogatóközpont beüzemelését, továbbá az országház homlokzati díszkivilágításának kiépítését várhatóan a nyár végéig befejeződnek. Jó reggelt! Elkészült a Kossuth tér. Hogy tetszik? Tetszik, nagyon szépen. Rendezettebb lett. Gyönyörű. Ide jövök, azt nézem meg. Hogy tetszik? Nagyon szép. Tetszik. Tetszik. Most megismerkedem a területe, most értem ide, úgyhogy most próbálom fölmérni a helyzetet, hogy végül is mi készült itt. Mi a különbség ön szerint? Arra vártam, hogy ne legyen parkoló előtte. Hát nincsenek autók. És sokkal több a zöld. Világosabb. Igen, nagyobb a tér, igen. Sokkal nagyobb a tér. Hát nyitott szabad tér. Ez a legfontosabb, hogy érvényesülni tud a parlamentnek az egész hely. Nagyon sokban megváltozott. Nagyon sokban. Nagyon sok. Szerinted nincs kész volt, én nem látom azt. Nap mint nap itt megfordulok, rengeteg plusz-plusz munka volt itt. Felesleges munka. Így első ránézésre milyen változást látnak? Sok a kő. Mind mi raktuk. Sokat raktunk mi is. Itt mennyi dolgoztak itt? Hát szeptember közepétől tegnapig. A csapat fele, a másik fele itt volt az elejétől majdnem. Sokat. Melyik az a része, amelyiket önök csinálták? Hát onnantól így odáig. Meg ott a bank előtt. Sokat csináltam meg. Meg a mélygarázs lejárata. Igen. Leraktunk egy pár ezer négyzetmétert. És akkor most jön egy... Hát egy reggeli, aztán... Megnézzük a... Parlamentet. Megnézzük ezt a szép házat, aztán... Megköszönik a munkát. Megköszönjük. Megkapják a vastag borítékot. Hát, attól félek én is. Nem lesz vastag? Szerintem nem lesz vastag. De... örülünk, hogy itt dolgozhattunk. Úgyhogy... Köszönjük. Minden jó. Szép napot. Köszönjük.